Sziasztok! Sokakból vált ki kisebb-nagyobb félelmet, hogy egy hónap 13. napja péntekre esik. A nyugati világban ez egyike a legelterjedtebb babonáknak. Vannak, akik péntek 13-án nem ülnek repülőre, nem vezetnek, nem csinálnak semmilyen veszélyesebb munkát, sőt, egyesek be sem mennek dolgozni, hanem otthon gubbaszva próbálják kibekkelni ezt a napot. Néhány ember szerint, aki péntek 13-án fűt be először télen, annak leég a háza, mások váltig állítják, hogyha egy gyerek ezen a napon kezd el beszélni, akkor jó eséllyel később megnémul. De vajon honnan ered ez a racionális emberek számára észszerűtlen hiedelem? Sokan gondolhatjátok, hogy a péntek 13 eredete homályos, és még a legbölcsebb angol tudósoknak is csak feltételezéseik vannak. Nos, igazatok van. Két elterjedt elmélet is van, hogy mikor és miért kezdődött el ezen naptári nap veszőfutása és közutállatnak örvendése. Az egyik nézet szerint a legenda egészen 1307. október 13-áig nyúlik vissza, amikor IV. Fülöp francia király több száz templomos lovagot tartóztatott le, valamint lefoglalta a rend vagyonát. A lovagokat megkínozták, hamis tanúvallomásokat akartak tőle kicsikarni. Akik erre nem voltak hajlandóak, és a többség így volt, azokat mággyán égették el. Egy másik elmélet szerint a péntek 13 fóbia még régebbre nyúlik vissza. Bibliai oka van, hogy a pénteket a legszerencsétlenebb napok között jegyezzük. Ezen a napon feszítették meg Jézus Krisztust, és állítólag ez volt a paradicsomi bűnbeesés napja is. Az utolsó vacsorán 13 vendég volt. 12 apostol és maga Jézus. Ezért tartja magát az a hiedelem is, hogy 13 emberrel étkezni egy asztalnál veszedelem. Más források szerint a messiás eláruló Júdás személyére utal a szám, mert ő volt az, aki utolsónak ült le az asztalhoz. A középkorban pénteken éjgyomorra tüsszenteni nagy szerencsétlenséget jelentett. A néphit szerint a péntek a gonosz napja, vagyis nem alkalmas házasságra, vagy arra, hogy új házba költözzünk, új állást vállaljunk, nagy útra induljunk. A pénteki naptól való félelem másik gyökere, hogy a 19. századig ez a nap volt Európában a hóhérok napja. Rendszerint ekkor hajtották végre a nyilvános kivégzéseket. A 13-as számtól való félelem az Amerikai Egyesült Államokban olyan méreteket öltött, hogyha például elmegyünk New Yorkba, könnyen találhatunk olyan felhőkarcolót, ahol kihagyták a 13-as számot az emeletek számozásánál. De gyakori jelenség, hogy egy szállodában nincsen 13-as szoba, vagy egy kórházban nincsen 13-as kórterem. Szóval a hiedelmek szerint a pénteki nap és a 13-as szám külön-külön is szerencsétlen, a kettő kombinációja pedig egyenesen végzetes, tragikus. Érdekes és persze logikus is, hogy ennek a félelemnek hatása van a gazdaságra is. Ezzel kapcsolatban egyetlen kutatást találtam. Stress Management Center and Phobia Institute felmérésű, amely szerint csak az Egyesült Államokban kb. 20 millió embert érint a fóbia, amely 800 millió dolláros bevételkiesést okoz azzal, hogy sokan nem mernek repülőre szállni, autóba ülni, vagy balszerencsétől való félelmünkben dolgozni menni. Egyébként semmilyen adatot sem találtam arra, hogy péntek 13-án több baleset, repülőgép szerencsétlenség, vagy bármiféle rossz történne, mint az év egyéb napjain. Akik viszont erősen hisznek ebben a babonában, és rettegnek is tőle, azoknál megvan az esély, hogy ténylegesen bevonzzák a negatív eseményeket. Gondolom mondanom sem kell, hogy vannak, akik szerint a péntek 13 nem szerencsétlen, hanem kifejezetten szerencsés nap. Ennek szerintem elsősorban az az oka, hogyha a többség A-t mond, akkor biztosan lesznek olyanok, akik B-t mondanak. Csak azért is. És hogy én mit gondolok erről? Egy Rejtő Jenő idézet jut az eszembe. Nem vagyok babonás, és nem hiszek a badarságokban, mert aki minden hétfőn hármat köp kelet felé egy barna kavicsra, azt nem érheti rontás. Ha még van időd, és persze kedved, akkor nézd meg más videómat is. Sziasztok!